Szent második János Pál pápa, a papi életemnek meghatározó egyénisége. Érdekes véletlen, mint annyi minden más véletlen, hogy 54 éves papi szolgálatom alatt ő 27 évig volt az egyházunk vezetője. És most visszagondolva a vele való találkozásokra, a legelső és a legfontosabb, ami eszembe jut, az a 2000-es találkozó, 2000-ben a Szentévben, amikor már püspökként Rómában találkozhattam vele, és a szemébe néztem felejthetetlen élmény volt nekem, és akkor értettem meg Pálapostolnak a gondolatát, ahogy a római levélben olvassuk a nyolcadik fejezetben, hogy az Úristen örök szeretettel meghívott és arra választott, hogy fiának képmásává legyünk. Amikor akkor ott a római Szentpéter bazilikában a magyarok miséje végén oda jött hozzánk, és mi oda mehettünk hozzá köszönni, köszönteni őt, és a szemébe néztem, abban a pillanatban villant be olyan tisztán és egyértelműen, hogy Jézus tekintetével találkoztam. Minden kétséget kizáróan. Azóta értem ezt. És így gondolok rá, hogy az ő személyén keresztül értettem meg ezt a nagyon fontos gondolatot, a Jóistennek a szándékát. Természetes, hogy visszapöröknek az események az emlékeimben, a legelső találkozásom még Esztergomban volt, amikor 1991-ben az első magyarországi látogatásán, ott az Esztergomi szabadtéri szentmiséjén én is ott lehettem. Már akkor volt olyan élményem és olyan érzésem, mintha onnan az oltártól pont rám nézett volna. Aztán, amikor püspökként már a püspöki látogatások alkalmával Rómában jártunk, egészen közel lehettem hozzá. Egy asztalnál ülhettünk a püspök testvéreimmel együtt meghívott magához. Vele ebédelhettünk. Részt vehettünk a Szentmiséjén. Eszembe jut az utolsó találkozásunk is. Ez 2003 őszén lehetett. A Szentatya szlovákiai látogatása kapcsán a Rozsnyói Miséjén is ott voltam. Úgy adódott, hogy egészen közel lehettem hozzá. És láttam már, azt a szenvedő arcot, már akkor is nagyon beteg volt. A mind halálig való hűségnek a megnyilatkozása, hiszen aztán minnyáján láthattuk a televízióban 2005 husvétján az ő agóniáját, az ő búcsúzását ettől a földi világtól. Nem lehetett, nem lehetett az sem véletlen. Mindig utólag értjük meg, a jó Istennek a, a, jelzéseit, amikor hangsúlyt kap valami. Ő, aki az Isteni irgalmasságnak a gondolatát olyan fontosnak tartotta, annyira a szívén viselte, éppen az irgalmasság vasárnapjának az előestéjén. De a másik oldalról pedig a szűzanya szombatján ment át az égi világba. Jó Istentől ajándékul kaptuk őt. Olyan hihetetlennek tűnik, hogy valaki, akivel találkozhattunk, aki az életünk része volt, azt a szentek között tiszteljük már. Utólag értettem meg azt is, hogy amikor már búcsúzott ettől a földi világtól, szinte utolsó üzenetként az eukarisztiára irányította a figyelmet az utolsó üzenetében, amikor az Eukarisztia évét meghirdette ebben a apostoli buzdításában, hogy maradj velünk, mert már esteledik. A szüzanyát állította elénk eukarisztikus asszonyként, aki élő szentségházként, tabernakulumként hordozta Jézust Erzsébetet látogatva, és megint akkor értettem meg, hogy ez a mi ajándékunk is, és a küldetésünk is. A mi missziónk, hogy a szent áldozás után Jézus hordozók legyünk, Krisztoforuszok, élő tabernákulumok. A Jóisten ajándéka volt ő. Visszagondolva, annyi mindent köszönhet a világ neki. A megbékélési folyamatot, az ökumenikus kapcsolatainkat, Egyáltalán azt a bizalomteli, nyitott életszemléletet, ami az ő mindig visszatérő buzdításában elhangzott, hogy ne féljetek, hogy merjünk az Úristenre bízni mindent az egész életünket, és Krisztus képmásaiként mi is készülni a jó Istennel való találkozásra.